csizba, megint csak. Ugyanis, mint mondtam, egyrészt a kullancsok miatt, másrészt pedig volt egy nagyon faja kis záporunk, tehát egy jó, erős, tisztességes esőnk megint az éjjel, úgyhogy egy kicsit megint sár van, pedig nekem füvet kéne nyírni, na mindjárt rátérünk. És volt egy jó kis eső, amiről én nem tudtam, mert mostanság azért olyan nagyon nem vagyok napra kész, ugye később érek be egyrészt, és akkor már nem nagyon jutok úgy infóhoz, időjárás jelentés gyanánt, csak ha én célzottan megnézem. Szóval én erről nem tudtam, úgyhogy gondolkodtam hajnalban, amikor hallottam, hogy esik, hogy mit hagytam kint. A tyúketetőt szoktam esetleg lefordítani, ugye, hogy ne ázzon, könnyebb legyen reggel akkor egy száraz etetőbe belegolni a kaját, ugyanis én ugye takarmány darával etetem őket, az azért eléggé poros is tud lenni. Vércse! Na gyertek csak ide. Sajnos nem fedezték fel az adót, még, de ami késik, nem múlik. Szóval gondolkodtam rajta, hogy mi az, ami esetleg kimaradt, vagy ilyesmi, de úgy nem nagyon jöttem le semmit. Viszont reggel észrevettem, hogy van, ami bizony kint maradt az esőn. Na de semmi pánik. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy állítva hagytam kint. Ugye néha, sőt, hát elég gyakran inkább fektetve szoktam lerakni, hogyha esetleg eldől, még azzal is csökkentsem a lehetőségét, hogy mondjuk tönkre megy, bár esett ez már le ilyen méter magasságból is kb. És gyorsan szemrevételeztem, itt a szellőző lyukakon nem láttam vizet, itt egy picit igen. Tehát hál' Istennek nem széllel jött, hanem csendes eső volt, tehát függőlegesen esett, nem pedig vízszintesen. Lehúztam az aksit, itt se kapott semmiféle vizet, totál száraz volt belőle. Egy kicsit a széleken lehetett látni, hogy valami történt. Úgyhogy óvatosan megnyomtam a ravaszt, láttam, hogy a három LED az világít. Utána pedig gondoltam, akkor lássuk, mit tud. Bizony, itt szórta a vizet ezerrel. De hát Makita! Ha tönkre ment volna annyi, hogy akkor egy olyan eszközt vettem volna, ami viszont már kikapcsolható benne a nyomaték, tehát ez a racsnis megoldás, mert sajnos ennek ez hiányossága, hogy ez itt nem történik meg, úgyhogy sajnos nem ázott el, nem kell lecserélnem. Hála jó Istennek, mert ez nem tudom, hogy mennyibe kerülne most, és nekem fölösleges kiadásra nincs szükségem, mikor úgyis mindig vannak fölösleges idézőjelben, vannak fölösleges kiadások. Na mindegy, ez azért napozott itt most, egy kicsit ezzel szárítottam biztos, de hál' Istennek túlélte, úgyhogy mondom, Makita, az teljesen korrekt, jó, rendben van, én meg vagyok vele elégedve, és nem azért, mert csak a Makita és azon kívül semmi más nem létezik, hanem azért, mert beválik, mert működik, mert jó. Ez nem azt jelenti, hogy más márka nem működne ugyanígy megfelelő módon. Szóval most akkor a fűnyírást akarom egy kicsit előkészíteni, még egy háttérinformáció, a kutya nem eszik. Annyira megcsömörlött szerintem most már itt a nagy jólétben, mert az utóbbi időben rengeteg maradékot kapott, evett. És ugye eleinte arra gondolta, hogy csak a tápot nem eszi meg, se szárazon, se felhúzva, se ízesítve, sehogy. De az igazság, hogy most is kapott például maradékot, de olyat, hogy csont, rajta hús, akkor húsleves, gyári húsleves, nagyon faszafain húsleves, nem kell neki. Úgyhogy most szerintem koplaltatni fogom egy darabig, mert ugye a közérzetén nem látszik semmi, majd fogjátok látni, hogy ugyanolyan bolond, mint egyébként. Szóval a közérzetén semmit nem látni, tapasztalni, tehát nem beteg. Volt már egyszer ilyen, aztán utána eltelt néhány nap, ugyanúgy elkezdett akkor enni. Na nézzük meg azt a fűnyírást. Muszáj vagyok egy kis cselhez folyamodni, ugyanis ezt berántani, miután már sokáig áll, egyszerűen kizárt, tehát kénytelen vagyok beröffenteni aksiról, hogy ezt már tettem tavaly tél elején is, miután át egy darabig próbáltam berángatni, de egyszerűen lehetetlen. Na itt viszont csinálnék egy olyat, hogy ugye a villanypásztor se legyen már rákötve,
hogyha ezt én most lekapcsoltam, és le is kötöm, ugyanis ezt a csipet használni szeretném majd. Ez egyébként a villanypásztor, ugye? Szóval ezt használni szeretném majd, hogy rögzíteni tudjam rendesen a kábelt, hogy legyen megfelelő kontaktom. De azért, hogy a villanypásztor ne legyen még véletlenül se rákötve, nem mint a számítana szerintem, de biztos, ami biztos. Nem is kell ezt rátenni addig. Pozitívat is leszedem. És valahogy úgy kéne ezt csinálni, hogy még véletlenül se érjen össze a kettő. Így. Kezdjük itt a pozitívval, ami ugye a kéket jelenti, de még egyszer ránézünk majd. És ezt megpróbálnám valahogy úgy odarakni. Ti ebből sokat nem láttok. Nem vagytok vele egyedül. Az a lényeg, hogy legyen jó, ez fogja rendesen. Ugye pozitívval kezdünk, és a negatív a másik. Ezt hogy is szoktam felrakni, valahogy ide, igaz? Akkor ezt, hogyha így... Ez így nem jó. Még mindig nem. Így jó. Tehát elméletileg rajta vagyunk az aksin, más nincs rákötve. A villanypásztor az igen, mármint a napelem, de ugye ez bejövő. Hát lekapcsolni le lehet esetleg biztos, ami biztos alapom ezzel a ratyi kapcsolóval. Aztán mindjárt meglátjuk, hogy mi történik. Na, azt mondja, hogy akkor a kék a pozitív, így van. Hát előre szólok, hogy biztos, hogy nehezen fog beröffenni, de mert ugye már régóta nem volt használva. Azt mondja, hogy nyitunk egy üzemanyag csapot. Szivató, vagy mit tudom én, mi az anyja ez. Adunk egy kis kakaót. Kuplunk. És akkor megnézzük, hogy mit tudunk, üresbe vagyunk. Fülest ilyenkor fel szoktam venni, ha használom mindig, de most mellőzöm. Aha. Meg se nyikkam. Akkor gondolkodjunk, mert egyébként a múltkor télen én ugyanígy csináltam. Annyi, hogy nem gurultam ide vele, hanem az aksit hittem közvetlen oda. Össze van kötve minden mindennel, nincsen szétcsúszva semmi. Ugye itt én most elsősorban az elektromosságot nézem. Itt megfelelő a kontakt, meg mindenhol. 12 voltos aksi, mint ahogy ennek kell. Lehet, hogy akkor először rántogatnom kéne, hát ha azzal egy kicsit rásegítek. De hát az aksi fel van töltve, tehát annak elméletileg akkor meg se szólal, semmit nem tapasztalok. Na, mindjárt utána járok én ennek. Hát a bikakábelt ugye nem véletlenül nevezik bikakábelnek, ugyanis azon bitangára megy át indításkor. Mérek egyet itt is. De hát látom egyébként, hogy 13 voltot mutat, szóval... Hol is félnék én jobban hozzá? Lenne biztos pont. 12,9. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk esetleg nem képes ezen a vékony keresztmetszetű kábelen, pláne ebben hozba, mert még itt össze van tekercselve, leadni azt, amit neki le kell adni. Igazság szerint akkor, amikor próbálok ráindítani, akkor kéne ezt valahogy megnézni, hogy mégis mennyire esik vissza a feszkó. Itt is jó a kötés, néztem. 12,91 ugyanaz amúgy. De hát ez már valószínűleg nem elég erre, hogy beröffentsem. A múltkor, amikor felvittem oda az aksit a géphez, akkor megmondom őszintén, nem tudom, hogy milyen kábelt használtam. De én úgy emlékszem, hogy nem ezt, hanem rövidebbet. Mert az aksi éppen, hogy odaért. Sőt, le is kellett, mert ez már
Én kötöztem vissza, le is kellett szednem a két kábel. Akkor egyenesen az aksihoz kötöttem, azt hiszem. Aj, most barmoljam szét, vegyem le az aksit, hogy a rossz baj vigye el. És hozzam ki akkor a helyszínre, és kössem rá egy az egybe. Mert hát akkor csak az a megoldás. Kénytelen vagyok ugye leszedni. Csak ezt a kulcsot, ezt a dugókulcsot nem fogom tudni használni. Mert csak ne érjen nekem össze semmivel, nem fogom tudni használni oda bent, mert ez nem fér oda. Na, persze, hogy nem. Muszáj kulcsot előkaparintani. Na, megy a mókolás ezerre. Látjátok, hogy ez a vezeték is pontosan odaér, ahol kell, szóval itt mindenki van nagyon centízve megszámolva. És én muszáj vagyok ezt szétbarmolni. Na, ezt valahogy úgy kéne szintén levenni, hogy nekem itt ne okozzon gondot. Hát itt pedig elég közel van minden, minden. Már mindegy, mert végül is ugye most az aksi akkor itt nem foglal helyet. Ó, hát persze. Van minden, mint a boltba. Megpróbálom a lehető legközelebb tenni valahogy. Lehet, hogy valamire rá kéne tenni, és akkor egy az egyből. Valahogy, mert ugye az aksi már ide pont nem fér, hogy a rossz baj vigye el. Ez akkor nem kell. Ezt le is szedjük. Még véletlenül se nézzétek, amit csinálok. Nem mintha egyébként nem ezért lennétek itt, de most inkább csukjátok be a szemeteket. Ugye nagy csipeszem nincs, hogy a sarról rá tudjam fogni. Van, bocsánat, olyan, ami ugyanilyen, tehát műanyag, meg ez a narancsárga, csak ez a rugós. És ami elég nagy átmérői dolgokat is képes ugye megkarmolni. De hát az a fiókba, valahol a messzeségbe. Muszáj voltam ide rakni az aksit, itt legalább elér egy az egybe a két kábel is. És azért még egyszer ránézünk, hogy hülyeséget csinálunk, így van negatív. Kizárásos alapon a másik a pozitív. Akkor az lenyomva, adunk egy kis kraftot. Üresbe vagyunk. És vajon mit csinálunk? Ennyi, hogy a rossz baj vinné el. Fogjátok be, jut eszembe a fületeket. Elfelejtettem szólni. Kicsit távolabb jövök, hogy halljátok, hogy miről regélek, meg gyorsan vissza kell vinnem ugye az aksit a helyére, bár anyáik most henyélnek, de nehogy esetleg szökés legyen a vége. Szóval a villanypásztort gyorsan visszakapcsolni. És az a baj, hogy ugye ma is van egy kis utam, tehát sokat most nem is fogok tudni nyírogatni, hanem majd csak annyit, hogy csinálok nektek egy kis bemutatót, de a többit majd, hogyha hazajövök, ha még lesz rá időm, akkor rendezem. Szóval ennyit számít az. Lehet érdemes volna beruháznom egy bika kábelre, nem? Az azért hasznos dolog, hogyha van, hogyha az ember rendelkezik autóval, vagy egy rötyögővel. De indult pöcröf, pedig arra gondoltam, hogy nem fog. Az aksit még lehet rajta kéne, habár aksi nélkül használom egyébként, mert ugye eddig is úgy csináltam, hogy mindig berántogattam. De hát akkor folyamatosan használatban van, az teljesen más. Így most azért, hogy a télen állt,
már bele. Na, ez csak rötyögjön tovább, egy kicsit. Majd mielőtt elkezdek dolgozni vele, akkor majd úgyis ránézek az üzemanyag szintre. Olajat azt nem most, de majd nem sokára fogok cserélni benne. De most még nem aktuális, mert nyár vége felé, amikor utolsó alkalommal használtam, akkor cseréltem. Csak így gyorsan rendet kell, akkor vágjak. Így van, jön a vizsi. Ha van delej, akkor villanypásztor is működni. Szikra az van. Így van. Zsír lehet pakolászni, rendet rakni, illetve hát azt már nagyon kéne. Egyszer majd lesz az is. Gyorsan megmozgatom egy kicsit azért a gépet. Mivel én nem vagyok ilyen nagy gépész, füvész, kertész, természetesen ez a kék füst engem, vagy szürke, vagy nem tudom, ez most mennyire számít kéknek, vagy szürkének, nem tudom, hogy jó-e. Valójában egy vadonatúj gépről beszélünk, tehát én ezt úgy vettem pontosan azért, hát így meg pont nem látszódom, pedig azért vég hátrébb, mert itt van fókusz. Na mindegy. Tehát pont azért vettem, hogy nekem ilyen használt gépekkel, meg ilyen kétes eredetű gépekkel ne kelljen foglalkoznom. De hogyha esetleg valami kivetni valót láttok benne, akkor szóljatok nyugodtan. Mondom, nem értek hozzá. Éppen azért vettem inkább egy ilyet, hogy akkor ezt ki tudjam úgy használni, ahogy nekem erre szükségem van. Szóval nyilván ez a gép nem erre van, hanem magas fűnek a kaszálására, de itt a felső részeken
Itt azért szeretném ezzel, mert látszik, hogy azért le lehet, vagy hát remélem látszik, hogy azért le lehet kaszálni. És majd itt a rézsűnél, itt fogom majd kézifűkaszával itt a rézsű részt. Még egy kicsit egyébként tudnék lejjebb jönni, főleg ott, akkor, amikor száraz az idő. Most mondom, sajnos, tehát volt az eső hajnalban, aminek hál' Istennek nem lett negatív következménye, gondolok itt a makitára, de itt talán lehet látni, hogy most, amikor kijöttem az autóval, itt azért itt van a nyoma elég rendesen. Tehát, hogyha száraz az idő, akkor tudnék egy kicsit erre lejjebb jönni. Ott azok a rézsükön, ahol nem annyira meredek, ott fogok is, még a fa mellett el tudok, mármint a fa rakása alatt el tudok majd menni, és úgy visszafordulni. Viszont így, hogy egy kicsit lágyabb a földje az esőnek köszönhetően, így azért jobban megsüllyed a gép, tehát annyira nagyon nem akarom. És akkor ugye ez az a terület, amit látjátok, csak egy-két sort mentem végig, és már pikpak megvan. Most a motoros fűkaszával, míg én ezt levágom, az rengeteg idő, rengeteg energia, rengeteg munka. Tehát ezzel így, hogy végig szaladok, utána ott a manduláknál majd, meg ott fent, és akkor már csak a rézsű marad, meg itt lent ezt a kis háromszöget. Már csak a rézsű marad, amit fűkaszával kell majd kézivel nyomnom. Illetve mondom, én talán már egyszer beszámoltam róla, hogy ott azt a részt a manduláknál majd szeretném szintén szénaként kaszálni. De most még egyelőre muszáj leszek, így a nyáron, szerintem még a teljes nyár időben így lekaszálni és nem hasznosítani, ugyanis még azért ez elég gyomos. Tehát mondjuk jó, kecskékről beszélünk, tehát ugye azok sokkal inkább mindenevők, nem úgy, mint mondjuk a marhák vagy valami hasonlók. Azt a na, ennyire működik a szappan, hogy itt azért csak járt valaki. Mondom, ezzel az új szappannal annyira nagyon nem vagyok megelégedve, vagy pedig több vad van már, vagy nem tudom. De ezt most itt megrágta valaki. Pedig ha valamit, pont nem ezt, illetve egyiket se kéne. Mert ugye ez az, ami itt volt megmetszve, úgy rendeltem a faiskolából, úgy hozták, itt volt elmetszve, és innen ágasztották el. Tehát a földtől itt 10 centire, és egyszerűen nem értem, hogy minek 10 centire elvágni, hogy oldalhajtásokat hozzam. Úgyhogy én most lecsapkodtam az idén tavasszal az egészet, és hagytam ezt az egyet, hogy itt oldalhajtások jöjjenek, de hát ez a köcsök vad elintézte nekem. Csak nem tudom, hogy ez a büdös korcs mi a ló csinál esténként, mikor egyébként meg se nyikkal, meg se szólal. Mert ha legalább jelezne, akkor lenne valami hatása, gondolom. Szóval itt azért lehet látni még, hogy elég gyomos a történet. Ez ilyen nagyon salátás, gyomos, szaros. Tehát ezt úgy sem lehet hasznosítani. Úgyhogy itt mindenképp majd kaszáljuk a géppel úgy, hogy nem hasznosítjuk az állatoknak, aztán viszlát. Hát itt volnánk egy helyszínen, akkor gondoltam, úgyis erre vonultam, akkor érdemes volna megtekinteni ezt a tornyot esetleg közelebbről, mert na mi van, így már nem jelentél meg azt az ikont, amit akarok. Ez is érdekes, hogy felvétel közben viszont nem tudok, ja hát igen, kamerát váltani nem, mert most nagy látószögben vagyunk, mindegy, zoomolni egy picit azért tudok. Tehát ugye azért jöttünk most részben, azért álltam meg most, mert egyébként, ha itt megnézitek, hogy mi van, akkor szerintem ez a helyszín nektek ismerős lehet. Sőt, ha már itt tartunk, akkor én ki is pattannék, és akkor nézzünk már egy lucernát. Szélzajos, tudom, de mondom, ezt most csak a tapicskolós köcsög eszközzel veszem fel okosba, hogy máshogy. Itt még lesz egy kis brúverezés nekem. Tehát ez még csak az első verzió, mert ugye sajnos ősszel elmaradt, de talán már erről is beszámoltam, hogy mivel a szomszéd megkért, hogy ők még tudjanak ide bejönni, pakolni a területről, akkor még addig ne grúberezzük be. Aztán sajnos itt erre ki is maradt, és hát lehet látni, hogy nem is igazán jó. Tehát ebbe vetni egyébként nem fogok tudni, azt tuti. Remélem, hogy a második grúberezés az már segíteni fog, de még akkor sem tartom kizártnak, hogy nekem majd még mindig majd rottak kapálnom kell. Azt a lucernást nézzétek! Ez az idén már nagyon jó lesz.
Ez már nagyon adja, sőt, ez már majdnem kasza érett. Egyébként én pont most jöttem a fenti kaszálásból, ezt láthattátok szerintem az imént, bár nem tudom, hogy melyik hova lesz feltöltve, de szerintem ez mind-mind majd megy a vegyesbe, a levesbe, illetve hát a heti off-gridbe. A lucernám nem nagyon szépen gyönyörűen kifejlődött, tavaly ugye egy picit felgazosodott, tehát ez nem véletlen, első évben azért ez teljesen normálisnak tekinthető. Ott hátrébb, ott láttuk egy kis világos foltot, ott sajnos jobban megáll egyébként a területen a víz, illetve ott egy picit mélyebb is, tehát ott tudnék rá tölteni, akkor azt megtenném, csak hossz föld mennyiség kéne. De mindegy, nem foglalkozunk olyan hűdén nagyon vele. Ez így is tökéletesen elegendő. Meg vagyok elégedve. Most fehérre utánpótlás akkor lesz majd a húgyoséknak ezenre. Nem mint ott nem kapnának amúgy, mert a legelőn is ugye, én arról már réges-rég beszámoltam még a legelején, meg utána is néhányszor, hogy azért foltokban olyan frankók és lucernák vannak, hogy öröm nézni, hogy már én magam megemném. Na de menjünk vissza, mérünk egy sebességtesztet itt internetileg, mert én azt már bekapcsoltam, a wifi routert, tehát továbbra is a Vonafone-ról beszélünk, csak annyi, hogy a routeren keresztül, nem pedig az antennán keresztül. De ugye, azt tudjuk nagyon jól, hogy ezen a kis zseb routeren keresztül a Vodafone-nál egy olyan 2-3 megabyte, vagy megabit per szekundumokat kaptam eredményképp. Sőt, inkább sokszor kevesebbet. Sajnos, de majd most akkor mindjárt mérek egyet okosba. Annyi, hogy most csak letöltési sebességet fogok tudni mérni, nem tudom miért, mert nekem ez az okla így a telefonon keresztül. Ez nem az applikáció, tehát ezt nem töltöm le most néhány mérés miatt, mert most egy hétig szenvedek vele. Tehát én azért applikációt, meg ilyen vízbaszokat, amit lehet, csak mindent kerülök és nem töltök le. Szóval ott lehetne mérni, biztos vagyok benne, akkor letöltést, feltöltést, millisekundumot, mindent. De én itt most nem kívánok ilyenbe belemenni, nekem úgyis a letöltés lenne a legfontosabb, a feltöltést azt alapból látom, hogy jó amúgy. Szóval... Jaj, itt egy talicska. Nézzük csak meg, mi van oda bent. Egy wifi router. Na, ő már oda belett lőve. Na, akkor mindjárt csinálok egy képernyőfelvételt, vagy nem is tudom, minek nevezi ezt a készülék, már csak azért is, mert akkor lehet, hogy hiába papolok majd. Szerintem a hangot nem fogja felvenni, ugye? Hát itt most nekem rákérdezett elméletileg, volt ilyen lehetőség, hogy hang. Szóval... Én akkor bízom benne, hogy van hang is. Nem mint olyan nagyon sokat kellene ezen magyaráznom. Tehát, okla, és akkor go! De mondom, itt nekem csak letöltést mutat, de lehet, hogy azért, mert így ilyen tapicskolóson keresztül szerintem, ugye nem az applikáción keresztül mérek, nézek, és akkor itt csak ezt mutatja. Még csak sebességet sem. Hát itt azért jobb. És ez azért nekem azért is jó, hogy itt azért egy ilyen 13-okat mérek, bár az igazság, hogy az antennával otthon is ennyiket mértem simán. És körülbelül ebben az időpontban mi van most dél, 1 óra lassan. Szerintem akkor végül is ugyanezeket az eredményeket kaptam megint oda, az a, már az antenna segítségével, amikor belőttem a megfelelő irányba. És hasonló időpontban. Hát akkor ez körülbelül ennyit tud. Az, hogy annak függvényében változik, hogy mondjuk a csúcsidőben hogyan van kihasználva, hogy nincs, az egy dolog. És megint hasonló az eredmény. Jó, akkor én ezt így akkor nagyon befejezetnek tekintem. Az igazság, hogy akkor most átértékelem egy kicsit a dolgot, mert most arra gondoltam, hogy veszek még 25 méter kábelt, és akkor még nekiállok egy kicsit játszadozni odahaz az antennával, esetleg feljebb rakni, ide rakni, oda rakni, hogy hát ha esetleg akkor még sikerül kifacsarni többet belőle. De hát így nem nagyon látom értelmét, mert hogyha itt a toronytól egy olyan 150 méterre, és direkt azért jöttem ide a falu irányába, tehát azért is vagyok így a telek felől, mert gondoltam, egyébként úgy lett volna nekem most észszerűbb jönni az ellenkező irányból, de aztán rájöttem, hogy viszonylag gondolom erre van ráállítva az antenna, illetve hát sok antenna van rajta, mert mindjárt csinálok egy felvételt, egy közelítja, azt megnézitek, azt bevágom, hogy lássátok, hát ti abból esetleg okosabbak vagytok, hogy melyik antenna, micsoda, miért és hogyan. Szóval
Még egy utolsó mérés. Szóval én akkor úgy gondolom, hogy nem fogok venni még 25 méter kábelt, és nem fogok neki állni játszani. Ha esetleg javasoltok mást, hogy mégiscsak érdemes volna megnézni, akkor talán, de így annyira én nagyon nem erőltetném a dolgot. Na mi van, most meg már nincsen net. Pedig a router dolgozik. Most meg már nem tudsz kapcsolódni. Na erről beszélek, hogyha a Vodafone csinál egy ilyet, hát gondolom, hogy ő csinálja, nem tudom, hogy miért van ez így. Mert most elég sokáig pihentette a mérést. Ugyanaz az eredmény. A vércsék közben itt küzdenek a háttérben, hallom a hangjukat, de szeretem. Hiányoznak kissé, régen sokat filmeztem őket. Na jó van, én azt mondom, hogy akkor ez így legyen elég ennyi. Most csinálok mindjárt egy felvételt nektek. Okosba. Sehogy máshogy. Toronyról. Most miért nem közelít rá? Tehát fent, körbe, legalábbis erre az oldalról, amit lehet látni, körbe van pakolva. Alatta is van egy sor, viszont az már csak néhány irányba mutat. Meg hát alatta is vannak elhelyezve még ugyanilyen állított típusú antennák, illetve lejjebb már csak ezek a kör antennák láthatók. Nem tudom, egyébként látjátok, itt van a vasútvonalnak is a bizsie, a kábel, ami pont úgy fél úton keresztez engem is a tornyot, tehát hogy ez is befolyásolja vajon a mérést. Kíváncsiságból felgurulok én oda, nem a település irányába, és mérek ott is egyet, ha már itt vagyunk. Tehát, hol is vagyunk? Ott vagyunk. Tehát a toronynak a távolsága most egyébként körülbelül az, mint onnan lentről a falu irányából. Egyébként ott a hegyláncet, most kevésbé látszik a dimbi-dombi miatt, de ugye arra mutat a Vodafone a talp alatti zöld irányába. Szóval, mindjárt nézünk itt valamit. Ugyanaz. Nem közelítettem rá a toronyra egyébként, hogy nézzem, hogy ebbe az irányba is, de hát ebbe az irányba is biztos, hogy vannak antennák. Mert ebben az irányban is vannak települések. Bizony. Tehát a fenti antenna sor az ugyanúgy, tehát ez totál körbe van rakva, minden irányba az 360 fokba, tehát erre is nyomja. És ugyanazok az eredmények. Jó, hát akkor ez így nagyjából ennyi lett volna. A router meg továbbra is itt foglalt helyet mellettem. Amit viszont elfelejtettem mutatni, hogy ugye a nyári lakba azért néha át szoktam libbenni. Hát így most elég nehezen látszik. De nem szeretem az igazság, mert állandóan csak kong az ürességtől, tudod, én meg nem vagyok ilyen nagy barátkozós típus most, hogy öre hívjak embereket. Aztán néha az egyik hálóba alszom, néha a másikba, néha a másik fürdőbe zuhanyzom, néha egyikbe, másikba. De hát ez nem az én világom. Én sátorral is meg vagyok. Csak gondoltam, ha már útbe esett, akkor ezt is megmutatom. Esetleg lehet, hogy eladom valakinek, ha kell. Na hát így, hogy ilyen hülye, bolond szél van mostanában, nem is csodálkozom rajta, hogy tényleg ez a sivatagi por ide ér, mert lehet látni, hogy szinte a faluig alig lehet ellátni. Tényleg egyre gusztustalanabb a időjárás, ahogy telik múlik az idő. De nem is ez a lényeg, hanem gondoltam, ha már ilyen meleg van, mert egyébként ezzel párhuzamosan nagyon meleg van. Belenéztem, és ott már van egy újszülöttünk. Legalábbis én csak őt látom eddig, pedig délelőtt még ő sem mutatkozott. És akkor erősítsetek meg benne, hogyha jól emlékszem, hátul vannak a paradicsomok, elől meg a büdöskék, nem? Szóval akkor ez egy kis büdöske.
citromillat van ide bent. Biztos még a tavalyi limonádé miatt. Egy kis házi gyümölcsleves. Van itt egy kis primőr. Egy kis sajt, ez az. Kutyikaja. Na, mivel Bodri nagyon nem eszik, ezért kap sima tápot. Részben ebből az olcsó Jánosból, meg részben, amit ti küldtetek. Aztán majd meglátjuk, hogy kell-e neki. Nyomjad? Ez most új, de azért ma is jót főztem. Üzed, megvan neki a saját tányérja. De úgy látom, most csak az újat eszi szintén. Bár mondjuk az van felől, lehet, hogy majd a régiből is fog enni. Mindegy. Most diéta van. Na hát, macskente meg ezt kapod. Hát ez csak egy hónapra elegendő, de remélhetőleg legalább hatni fog. Nem sokára kiderül. Ja, hogy ez nem menetes. Hát akkor csavarhatom én ezt világba. Igaz, cöckány? Meg ezt ki is kell lyukasztani. Aj, de király. Aha. Na gyere, patkány! Hogyha zabász úgyis jó közben, nekem. Várjál, cöckány. Dorombi. Közben megy a dorombi. Jól van. Lehet, hogy egy kicsit feljebb kellett volna rakni, de volt egy kis pánik aztán. Jó lesz így is majd. Mehet a szemétbe. Közben megy a reggeli. Taknyosnak a három kölyke már azért szemmel láthatóan sokkal többet legel, illetve hát rendszeresen legel, mert eléggé testesednek, úgymond. Tehát ezelőtt mondjuk még egy hétig, amíg ennyit nem legeltek, meg ugye nem is kezdett felújulni a legelő, azért addig nem volt ekkora belük, de most már egy kicsit vastagodnak is. Ellentétben a csíkos fejűekkel, borzékkal, mert ők még tényleg csak kóstolgatnak a nyulak. Törzs vendégek már tudják, mi történik. Nyomják a madarak ezerrel. Itt a tavasz, itt vagy te is, de király, már nem kéne bomolni. Amit ki akartam hozni, meg nem hoztam. Ugyanis nem véletlen van most itt a teraszon mögöttem, mert kaptam egy olyan kommentet,
hogy célszerű lenne megemelni egy kicsit a növényeket, a palántákat. Hát nevezzük ezeket már palántának, mert mindjárt megláthatjátok, hogy hogy állunk. Azt nem tudom, hogy hány napra a vetéstől, mert nem számoltam egyáltalán, mondom, kellnek, nem, majd meglátjuk. Szóval, hogy érdemes volna őket megemelni egy kicsit, hogy jobban érje őket a fény, akkor, amikor kihozom, mert az, az igazság, hogy ma délelőtt is úgy kellett csinálnom, hogy ugye estére beviszem még, mert este elég hűvös van, ne nyekereg, elég hűvös van, és még az marad délelőtt is elég sokáig, szóval inkább lámpáztam benn, de hát az a lámpafény, ugye, amit kap, az nem hiszem, hogy olyan nagyon sokat érne, bár tény, hogy akkor egy az egybe kapják, mert akkor közvetlen feléjük rakom a lámpát. Viszont ilyenkor, mikor kihozom őket, akkor tény, hogy jobb lenne azért egy kicsit megemelve a dobozon belül. Úgyhogy ezúton is köszönöm akkor az ötletet, mert nekem most úgy nagyon magamtól nem jutott volna eszembe, de amikor már látom, hogy nyúlik, meg nyurgul, akkor biztos, hogy eszembe jutott volna. Csak akkor már késő. Na mindegy, ne szaladjunk annyira előre, az a lényeg. Ja, igen, illetve most így ugye szaká. Tehát nem az, hogy ennyire ne lenne időm, hanem egész egyszerűen csak van egy felvétel, amit nekem még a téli videóhoz pótolnom kell. Tudom, ez a téli videó már olyan lesz, mint Kalambó felesége. Tehát mindenki tiszta van vele, hogy létezik, meg hogy van, de senki se látta. Tehát ahhoz nekem még pótolni kell egy felvételt. És én azt egy héttel ezelőtt kb. Meg is csináltam, és nagyon boldog voltam, hogy akkor az utolsó tervezett felvétel is elkészült. Aztán utána rájöttem, hogy szakáll. Mert ugye minden téli felvétel még szakállal készült, tehát akkor ennek is úgy kellett volna, úgyhogy most állhatok neki egy kicsit, de lehet, hogy most mennél jobban nem fogom túlzásba vinni. Már csak azért is, mert az itt készül, a teraszon, igaz, sötétbe este, de mivel már kezd zöld hajtás megjelenni egyre több a fán, meg hát megpróbálom majd úgy komponálni a képet, hogy ez ne látszódjon, de tovább már nem várhatok vele. Szóval ez ezért van. Te meg hogy miért vagy? Csak úgy vagy. Tehát muszáj leszek akkor valamit alárakni. Ez alá. Illetve, hogyha most megnézitek, akkor látható a kelési eredmény. Tehát 10 paradicsomból 8 kikelt. Ez teljesen jó. Szerintem ez még egy ilyen 80%-os aránynak ez tökéletesen megfelel. Még az is lehet, hogy később lesz belőle valami, bár már kétlem, mert azért lehet látni, hogy ezeknek már azért meg kellett volna indulniuk. Viszont ami a büdöskét illeti, amire panaszkodtam is korábban, és amiért elkezdtem palántázni, látszik, hogy 10-ből csak 3 kelt ki. Úgyhogy én valószínűleg ezt lehet, hogy át is fogom már variálni, és ami nem kelt ki, azokat akkor már ki is szedem. Fölöslegesen itt nekem nem foglalják a helyet, nem mintha nem elférnének, de a földet nem ürítem ki belőle. Ugyanis majd úgy fogom akkor alápakolni, hogy csak azok maradnak bent, akik kidugták a fejüket. És pont ezért, mert a büdöske olyan, amilyen, én közben elkezdtem csíráztatni. Tehát most már nem azt csinálom, hogy akkor a magot ide-vissza elrakom ismételten, aztán hát, ha lesz belőle valami alapom, hanem egy papírba, majd mindjárt kihozom, megmutatom, elkezdtem csíráztatni. Pontosan azért, hogyha ott látom, hogy van olyan mag, amelyik életképes és csírázik is rendesen, akkor azt majd el is fogom rakni. Mert azért legalább a bejáratnál jó lenne. Én nem tudom, milyen ennek a sikertelenségnek egyébként az eredmény, vagy hogy ez miért van. Ezt valaki, ha esetleg ért hozzá, megírhatná. Mert én is gondolkodtam már annyi mindenem, hogy esetleg érte a fagy, de a fagy nem érte, mert fagymentes helyen volt tárolva. Hideg érte, persze. De hát most, ha belegondolok, hogy a természetben lehullik a földre, ott éri tényleg egy-egybe a fagy meg a minden. Már ha van télen ilyen. Szóval nem tudom, hogy miért ilyen gyengécske, és nem régi magokról beszélünk egyébként. Szavatossági időt tekintve is ez ebben az évben, decemberben fog lejárni. Ott repül a őv, valami őv. Veszteségben már érik a recce is, virágzik jobban mondva a recce is, lehet látni. Szóval nem tudom, hogy ez a büdöske miért makacsolta meg magát. Első évben tényleg, amit elszórtam magot, egy az egyben mindegyik úgy kipattant, hogy öröm volt nézni. Egész évben virágoztak szépen. Akkor voltak ugye a magas ágyásoknak a végébe elszórva. És akkor működött rendesen.
Utána meg már meggondolta magát. Ami azért is érdekes, mert mondom, vettem én ugyanolyat, és azt se akart. Egyébként megmegy a fűnyírás ezerrel. Úgyhogy azt megyek, folytatom. Hát azt, ahogy elraktam a büdös kéket, nem nagy cucc, tehát papír közé raktam, bevizeztem, és akkor úgy van betárolva. Nem zacskóba raktam, hogy maradjon párás közegben, hanem egy ilyen a krimpelőnek, az útépés krimpelőnek, a kábel krimpelőjének a dobozába. Azt tökéletesen megteszi. Egyébként erről jut eszembe, azt el is felejtettem nektek mondani, hogy aki nekem konfigurálta itt az eszközt, az felajánlotta azt is, csak én erről megfeledkeztem, tehát mondom, totál hülye az agyam, hogy ő küld nekem egy olyan wifi kiosztót, elosztót, klienst, antennát, tök mindegy, nem tudom. Tehát ezt a VAP AC-t teszt erejéig, hogy próbáljam ki, és hogyha működik jól, akkor legalább így meg tudok róla bizonyosodni, és akkor utána én majd tudok egyet venni, és akkor már nem lesz benne rizikó. Bár ha vennék egyet, akkor se lenne benne rizikó, ugye, mert visszaküldhetem, hogyha esetleg nem válik be. De végül is akkor így ki lehet próbálni. De amúgy is én ebbe az eszközbe gondolkodtam, mert akkor már legyen úgymond egy családon belül, egy márkán belül. Azóta néztem is róla tesztet a Tanya Channelnél, a Kernel Pániknál. Ő tavaly tesztelte az eszközt. Bár ő azért maradéktalanul nem volt megelégedve vele, de tény, hogy nála azért nagyobb elvárások vannak, meg nagyobb távolságok is vannak. Tehát én, ha odarakom, na mindjárt megiszom a kávét, aztán akkor oda megyünk egy kicsit, tehát ahova most az antennát elraktam és kísérleteztem vele, odarakom majd ezt a wifi kiosztót is, akkor ezt a vapácét, akkor az, és mivel ez körsugárzó, az nekem tökéletesen elegendő lesz, mert úgyis itt fog többnyire mozgolódni a területen belül, és akkor ne kelljen már mindig a zseblútert magammal hordozgatni. Meg hogyha esetleg élőre kerülne sor, az nagyrészt akkor már legalábbis idehaza, az ugye itt történne meg, akkor vagy a veteményes környékén, vagy az állatok környékén, és én azért lenne rálátás az antennának ugye arra a részre, ahol én vagyok, akár ha lefele, akár ha felfele megyek, úgyhogy ebből a szempontból nekem biztos vagyok benne, hogy elég lesz, de így akkor élek a lehetőséggel, és pont most írtam vissza az illetőnek, hogy köszönöm szépen, akkor legyen szíves, küldje el, utánvétel, én fizetem természetesen, és akkor kipróbálom, utána meg majd akkor veszek egyet. Úgyis oda kell felmennem egyébként, mert oda raktam le a fűkaszát. Most csak annyit csinálok már, hogy így végig a villanypásztor mentén kaszálom le a dolgokat. Fent már végeztem. Így, hogy az alternáló kaszával csapkodtam le ott a fenti részeket, amit csak lehetett, sőt, még a rézsűbe is elég jól belementem. Így ezért ez nagy könnyebbség, mert fele annyi munka, sőt, negyed annyi munka, meg idő. Tehát emlékszem rá, hogy amikor a kézi fűkaszával, a motorossal csapkodtam végig ezeket a területeket, nem is tudom, hogy mennyi idő, míg végeztem vele. Arról nem is beszélve, hogy majd ugye a széna begyűjtésénél, kaszálásánál szintén mekkora segítség lesz, hogy az egyik legelő részt tényleg egy óra alatt szerintem levágom. Míg a fűkaszával, a kézi fűkaszával egy teljes napomba telt. Úgyhogy azért nem ugyanaz. De menjünk, folytassunk is egy kis kaszálást. Illetve előtte akkor még én ez alá rakok valamit. Van ilyen műanyag ládám, valami olyasmire gondoltam én. Aha, csak az magas, már most látom. Ez viszont, ha elég erős lenne, talán nagyságra is jó lehet. Mivel, ja, a pulóverem egyébként nem koszos, nem kell megijedni, hogy nem tudok mosni, vagy ilyesmi, hanem még tavaly ráfolyt permetlé, mert ugye nekem olyan háti permetezőm van, aminek valahol itt a nagy 1000 kilométeres költözkedések közepette valahogy így elmaradt a kupakja, a zárója, a teteje, úgyhogy mindig csak így 10 liter töltök bele, meg hasonlót, de ennek ellenére volt, hogy kicsit rám ömlött. Természetesen a jó kis kénes anyag, azért ilyen sárga, jó, büdös, még minden mai napig érzem a szagán egyébként, tehát hiába mostan melegvizes mosással is nem hozta ki.
Lehet, hogy egy automata mosógép többet érne mondjuk, sőt, hát biztos, de nem azért van, mert annyira igénytelenek vagy, hát azok vagyunk most egyébként, de ez legalább tervezett igénytelenség, és tudjuk nagyon jó, hogy ennek az útnak majd egyszer vége. Na, akkor ez ami nem... Hát itt is, mintha egyébként történne valami. Aha, aha. Paradicsomból akkor 10-ből 9 az arány. Az jó. Az nagyon jó. Sőt, itt is van valami kis zöld növényzet, de ez annyira pici, ez szerintem csak a földben, az ültető közegben maradt vissza valami. Na, majd meglátjuk. Hogyha esetleg ki kell még, akkor... Papír olyan nagyon durván nincs is alatta elázva. Á, igen, hogyha én erre rakom, ez viszont el fog ázni eléggé alatta. És akkor biztos, hogy össze fog roskadni, és nem fogja megtartani. Na, egyelőre csak a paradicsomokat szedtem ki, akkor megyek, nézek valami normális anyagot alá. Hát ilyen lenyírva a porta. Így azért egy kicsit esztétikusabb a helyzet. Egyébként meg nem véletlenül hordom ki a hamut, meg azt a kis kávézatot, amely eddig van. Nyulak! Mindenki jól van, mindenki megvan. Helyes. Szóval azért alakor ez is nő, mint a gomba. Szóval, tehát azért, mert volt egy szőlőcske, amit én tavaly nem trágyáztam meg, mivel úgy tűnt, hogy halott. Még itt kell, de itt ugye kézikaszával kell majd lenyírnom. Viszont elkezdett hajtást hozni, úgyhogy kiderült, hogy mégse halott. Viszont volt egy olyan ott, amit tavaly betrágyáztam, de az meg nem indult meg. Tehát ide áttelepítettem akkor azt a kis trágyát róla. És akkor úgy döntöttem, hogy még kapja meg ő is ezt a kis kávézatot, amit kell, a fejadagját, meg egy kis hamut. Hát ez talán több is a kelleténél, de én ezt most akkor rászórom mind. Meg mivel lusta vagyok bemenni, ezért megpróbálom, sőt, akkor ezzel. Ebből úgyse kell sok. Amikor egyébként ezt a trágyát, ami a szalma alatt van, meg maga a szalma is már ugye valamennyire elért, felemeltem és áttelepítettem ide, tel is tele gilisztákkal, de mindenfélével, tehát harmad gilisztától elkezdve, a mit tudom én, nagy anakondákon keresztül, pinceászkán át, egy csomó apró jószág benne van, úgyhogy él a talaj. Köszöni szépen! Ez meg menjen a komposztra. Na hát én ezt jobb híján most így oldottam meg. Ezeket azért visszarakom, hát ha esetleg később meggondolja magát. Úgyis majd csak akkor akarom újra használni ezeket, amikor már a bentiek közül, amit papíron csiráztatok, esetleg megindul néhány, és akkor majd belerakom. De amelyek meg megindultak, azok meg itt legyenek fent. Hát most ezt így oldottam meg. Tehát ott nagyon picit lehet látni, hogy nézd már, a köcsög intruder, tehát nem letakarodsz rólam. Szóval, hogy ott jön, bujik valami, nagyon zsöngén, szerintem az az lesz majd. Úgyhogy eddig úgy tűnik akkor, hogy 10-ből 9, ami a paradicsomokat illeti, mert csak ott nincs semmi. Így egy kicsit mondjuk nehéz lett a doboz, de belefér. Még azért annyira nagyon nagy gondot nem jelent. Sőt, akkor be is permetezem őket, és akkor utána mehet vissza majd a teteje. Aztán utána tényleg folytatni kell a kaszálást, azt ma be kéne már fejezzem, mert addig, amíg most így eső után közvetlen nem tudtam megcsinálni az új ágyást, most viszont már lassan el lehetne, ha nem jön rá újabb eső, ami azért is ugye aktuális lenne, mert amint azt a talajt akkor felcsákányozom, felásózom, vagy nevezzük azt bárminek, előkészítem, akkor egy-egyben már lehet nekiállni kitakarítani a tyúkólat, és akkor a trágyát kihordani rá, és akkor utána pedig lefedni szalmával, meg kartonnal.
hogy az jövő tavaszig álljon. És akkor jövő tavasszal meg mondjuk facéliát bele, vagy valami hasonlót, ami kicsit átlazítja a talajt a gyökérzetével, vagy esetleg már valami gyengébb kultúrát be lehetne tolni. Talán mondjuk egy csemegi kukoricát. Hát ez maradhat is itt, úgysis süt a nap. Na olyan patkány. Na hozzá valamit. Keresd.